A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az RMPS, és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ 2020. augusztus 19-én közös beadvánnyal fordult a Román Oktatási és Kutatási Minisztérium vezetőségéhez, illetve Monika Krisztina Anisie miniszterasszonyhoz. Üdvözlöm Skype-on Ferenc Salamon Alpárt, az RMPS szakmai alelnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Miért fontos, illetve mit tartalmaz a két szervezet elnökei által jegyzett dokumentum? Hát elsősorban úgy gondoljuk, hogy számos olyan fogalom van, még a mai napig is a közbeszédben, amely tisztázásra szorul. Mi elsősorban ilyen téren arra kértük a miniszterasszonyt, hogy tisztázzuk és próbálj pontosítani többek között a decentralizáció a közoktatásban elvet. Próbáljuk körülírni azokat a területeket, amelyeket decentralizálnak vagy decentralizálnának a közoktatás irányításban, vagy éppenséggel a közoktatás szervezésében. Pontosan határozzák ezt meg, pontosabban azért is, hogy mindenki számára tiszta kép alakuljon ki erről az új tanévről és a tanév megszervezéséről. Kértük azt, hogy pontosítsák a hibrid oktatásnak is a fogalmát, hisz ha a szakirodalmat igyekszünk böngészni világhálón vagy bármilyen más forrásból, akkor nagyon sok típusát ismerhetjük. Tehát onnantól elindulva, amit hibrid oktatásnak neveznek, bizonyos helyeken eléggé korlátozott számban, ami ez az 50%-os félig online, fel az osztálynak online, fel az osztálynak az osztályteremben való tanulást fedi le, de valós mértékben hibrid oktatás az, amikor is a digitális eszközöket, módszereket, a fizikai tér adta lehetőségeket, a benti és a kinti fizikai tér adta lehetőségeket fordítják a gyermekek oktatási nevelési igényének kielégítésére. Tehát beszélnek itt a kerettantervek óraszámainak és a tananyag mennyiségének észszerű, releváns csökkentéséről is. Ezt hogyan képzelik el? Természetesen elsősorban az egyik elv az, hogy csökkenteni kell a tananyagot. Kihagyhatatlan elv az, hogy a kerettantervnek, vagyis a heti óraszámoknak a csökkentése, ez kizárólag kéz a kézben a tananyag észszerű 21. századi szempontok szerinti újragondolásával és csökkentésével képzelhető el, illetve mi beadványunkban arra is kitértünk, hogy egy csökkentett tananyagot hogyan tudnánk mi segíteni a pedagógusoknak abban, hogy adott óraszámokat hogyan súlyozzuk pontosabban egy román nyelv oktatásában, heti 4 órában, egy hibrid oktatási formában hány órát ajánlanánk online formában megszervezni, illetve hányat abból a heti óraszámból a fizikai térben, adott helyzethez igazítva természetesen a lehetőségek függvényében. Tehát mi pontszerűen arra is ajánlatot tettünk, és ami nagyon fontos, nem az ollózás módszerével álltunk ehhez a javaslat példához, mert csak egy ötödik osztálynak a kerettantervét adtuk meg példának, nem levágtunk fél órákat innen-onnan, vagy éppenséggel azt tanácsoltunk, hogy adott tantárgyakat vegyenek ki teljes mértékben. Hanem észszerűen átcsoportosították. Hanem átcsoportosítottuk. Igen. Egyszerű példa, csökkentettük a gyerekek óraszámát csoportbontással, de az adott pedagógus által effektív megtartott óra az ugyanannyi maradt, ami azt jelenti, igen, hogy nincsen katedra problémája adott iskolának vagy adott tanárnak ilyen formátumú megoldás esetén. Tehát önök nem csak javasolnak, hanem megoldást is kínálnak minden javaslatukra. Hogyan képzelik el a 2019-es, 2020-as tanév második félévi tananyagának az újra struktúrálását? Itt az elmaradt tananyag rész bepótlásáról is beszélünk. Hát igen, mi beszélünk, de mostanig mi nem hallottunk erre vonatkozó információt. Éppen azért kérdezem, hogy hogyan képzelik el, mert ez egy nagyon fontos dolog lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy a szaktárca,
a különböző szakintézményei által, ugye a Neveléstudományi Intézet, amelyet most ugye újra szerveztek egy újabb intézménybe, az lenne hivatott arra, hogy egy olyan módszertani útmutatót bocsásson az iskolák rendelkezésére, amelynek a tananyagra vonatkozó része egyrészt a újra rendszerezi, miért ne ésszerűsítéssel és csökkentéssel az egész tananyagot, beleértve az második fél évben elmaradt, mondjuk így, vagy éppenséggel online oktatási módszerekkel, online eszközök közvetítésével átadott tananyagot is, és ezt olyan útmutatóba foglalják, amely konkrét, érthető, követhető, szakmai fogódzókat ad évfolyamonként, osztályonként minden pedagógusnak, aki a diákokkal kell foglalkozzon szeptember 14-től. Ez nem sem a Pedagógusok Szövetsége, sem adott iskolák kizárólagos feladata, ebben segíteni tudunk, ahogyan erre mi szándékunkat is kinyilvánítottuk, ez a szaktárca és ennek szakmai intézményeinek a kötelessége, amelynek mi úgy gondoljuk, hogy eleget kell tegyenek. Értem. Javaslatuk van az osztályozások, értékelési folyamatok, a jegyek és hiányzások adminisztrálására is, illetve a nyolcadikosokat és 12-eseket érintő vizsgatananyagok követelményeinek és tartalmainak a tisztázása terén is. Most képzeljék azt, hogy tudjuk azt, hogy ahány iskola, ahány település, annyi teremméret, annyi lehetőség, annyi lehetetlenség is ugyanakkor, és számos olyan helyzet van, hogy tegyük fel a járványügyi helyzet megengedni a teljes oktatási jelenlét, a fizikai jelenléttel megszervezett oktatást. De olyan pici az osztály, hogy ez nem megvalósítható. Így van, az egészségügyi előírások ezt nem engedik meg. Ilyen körülmények között adott intézmények kombinált megoldásokhoz kell forduljanak. Ilyen körülmények között nagyon, ha hibrid oktatás lesz, nagyon pontosan ismét körül kell határolni, és meg kell, vagy legalábbis segítséget kell adni abban a támpontokat a pedagógusoknak, hogy hogyan vezessék ezeket a hiányzásokat például. Egy módszertani útmutatóba írják le, hogy hiányzásnak minősül, ne csak nyilatkozatokból értesüljünk, vagy ez alapján döntsön egy iskola, hogy az online órát hogyan és milyen rendszerességgel vezeti be a naplóba hiányzásként, illetve természetesen az értékelési formákat is egy 21. századi közoktatási rendszerben le kell tudni írni, hogy milyen online eszközzel például lehet diagnosztikus, vagy szummatív, vagy éppességgel formatív értékelést bonyolítani. Ezáltal nem bekorlátozza a pedagógust, hanem csak támpontokat, segítséget, példát nyújtani számára, hogy a hibrid oktatásban hogyan tudjon ő mozogni biztonságosan, és mondjuk így magabiztosan is, az ismeretlenek, azok mindig is elbizonytalanítják az embereket, bármilyen területen dolgozzanak. Így van. A két szervezet álláspontja szerint sürgős oktatásfinanszírozási intézkedésekre is szükség van. Fájó kérdés számunkra a romániai magyar pedagógusoknak, de nagyon sok, mondjuk itt többségi volt egyetemista kollégámmal beszéltem az elmúlt hetekben, napokban, akik bánságban, meg Párciumban is tanintézményi vezetők, vagy éppenséggel tanárok, és ez fájó, hogy Európa legkisebb közoktatási ráfordítású állama vagyunk, vagyis a legalul finanszírozottabb a romániai közoktatási rendszer. Ez nem első alkalommal tesszük papírra és nyújtjuk be a tanügyminisztériumnak, hogy a 6%-át, ami törvénybe volt foglalva, amit halasztgattak évről évre, azt meg kell adni a közoktatási rendszernek. Bebizonyosodott most már idén tavasszal, hogy az az állítás, hogy nincs amire költeni a közoktatási rendszerben a 6%-ot, az hamis vagy megalapozatlan. Mi úgy gondoljuk, hogy egy minőségi közoktatási rendszernek az alapjait és feltételeit úgy tudod megteremteni, hogyha annak stabil, kiszámítható, méltányosság értékű és méltányosság értékekre alapozódó finanszírozási rendszert adsz,
finanszírozod egyrészt a diákok szükségleteit, másrészt meg oktatási nevelési szükségleteit, és megteremted a környezetét úgy szellemi, mint tárgyi feltételekbe, de ami nagyon fontos, hogy finanszírozom alaposan és fejlődő szemlélettel a továbbképzés és a pedagógus képzési rendszert. Nincsen reform, nincsen újulás, nincsen változás, paradigmaváltás nélkül, paradigmaváltás nincsen, becsületes 21. századi, jól finanszírozott, helyi igényekre alapozódott továbbképzési rendszer nélkül. Helyi igényekre azért mondom, mert központi szinten az látszik legtöbbször, ami a nagyvárosokban fogalmazódik meg elsősorban. De ne, az sem biztos, az is lehet, hogy csak Bukarestben. A megyei pedagógusok házait alul finanszírozza jelenleg a közoktatási rendszer. Továbbá a fejkótás finanszírozási rendszerben az alapfinanszírozás három lábon áll. Az egyik része, nagy része az, amit a béreket fedi le, az egyik fejkóta, a másik, ami a szolgáltatásokat. A harmadik, a szakmai képzés fejkótáját soha meg sem állapította a tanügyminisztérium összeg szerint, és nem is folyósította. Ilyen körülmények között, hogyha nem fektetünk elég pénzt a továbbképzési és tanárképzési rendszerbe, akkor továbbra is szenvedni fog, és sok helyen elszigetelődnek olyan települések, olyan közösségek, ahol jóformán az önkormányzatoknak nincsen lehetősége, és az állam mondjuk így differenciált támogatása nélkül nincsenek, vagy nem lesznek pedagógusi továbbképzések. Ebben sajnos elfogyott az időnk, és ez egy olyan téma, hogy még hosszasan lehetne beszélni róla. Szerintem közvetlenül az iskola kezdés után fogunk még vissza fogunk térni a témára. Lássuk, mi valósult meg a javaslatcsomagok közül. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Viszontlátásra. Viszontlátásra.